van? Mi a jó Isten ez? Látókörébe? Látok én anélkül is, nem kell itt most egyenletekbe, meg körébe sorozatok. Tehát én azokat nézni szoktam, nem számolni. Logaritmus, Jézus Márián. Komutati... Mi? Ne, ez ilyen nincs. Nem, ez nagyon nem értem. Halmazok. Hogy lehet műveletet halmazokkal? Ez mit művelnek ezek művelet? Ez vicc. Vektor. Ez a vektor. Jézus Mária, ez nekem nem. Szia. Mi a baj? Nem. Jaj, ugyan már, nem szabad így fölfogni. Nyugi, menni fog. Meg fogok bukni matekból az érettségén. De hogy fogsz megbukni, hát még tök sok idő van, és még van idő felkészülni. De komolyan mondom, hogy belehalok, hogyha a Julinak jobb lesz az érettségie. Nem lesz jobb neki, nyugodj meg, mondom. Rengeteg idő van még, segítök. Oké. De mondom, nem kell aggódni. De mit tudok csinálni? Mit tudom én, menjen felkészítőre. De azok annyira hosszúak, és heti szinten be kell járni, meg eltart hetekig, hónapokig, és akkor mikor leszek veled? Hát igen, ez nagy dilemma. Jó, tudom mit, nézzük valamit a neten. Az a tuti. Mindig tudja, hogy mi van. Na szóval itt van, intenzív matek érettségi felkészítő, középszintű matekra. Az kell nekem. Nézzük, hoppá, csupán két nap. Azért ez tök jó, és akkor 12 év tananyagát, 2x7 óra alatt. Akkor még rád is lesz időm. Igen, na látod, ez tök jó. Nézzük, neked való, ha csak át akarsz menni, 5-ösért mész, 100% a cél. Neked melyik? A 100%. Akkor biztos, hogy nem győzhet le a Juli. Hát végül is jogos, a 101%-ot elég nehéz csinálni. Na neki. Na, kik vagyunk? Zoltán, meg Tamás. Remélem, egyik se fog elmenni tőlem a csodás matek tudásával. Tőled? Mondjuk ez durva. 100%-os emelt matek érettség. Jézusom! És a közgárdenben van! Hát ott nem voltunk. Valami jó hely. Hát, hogy 22-29. Akkor pont ráérek egyébként. Na. És, na, itt van jelentkezés, még garanciát is adnak. Aztán. Na jó, én jelentkezem is. Igazából nem csak azért voltam szomorú, mert nem megy a matek, hanem mostanában Bende eléggé elhanyagolt engem. Viszont nagyon boldog vagyok, hogy törődik velem és segített. Most érzem igazán, hogy fontos vagyok neki. Április vége felé már egészen jó idő van, és most Barbie is nagyon elfoglalt lett. Így rengeteg időm lesz arra, hogy találkozzak Rosival.